Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit! Önök az Árt Kultúra című magazin műsorunkat látják 2015. november 20-án pénteken, a pontos idő 20 óra. Tekintsék meg mai műsorunk tartalmát! Szöktetés a Szerályból a Városi Oktatási Centrumban. A szolnoki filharmonikusok előadásában egy Mozart opera keresztmetszetét tekinthették meg az általános iskolás gyermekek a Városi Oktatási Centrumban november 16-án. Az előadáson televíziónk is részt vett. Na képzeljétek el, hogy 16. században járunk, mégpedig Szelim Pasa udvarában. Mozart operáját mutatjátok be a mai napon itt Mezőtúron, a Városi Oktatási Centrumban. Te melyik szerepet játszod? Én az Osmin szerepét énekelem a Szöktetés a Szerályból című Mozart operában. Nagyon különleges hangszínt kell előadnod, erre hogyan sikerült felkészülni? Tulajdonképpen ez egy részben adottság kérdése is, hiszen valakinek vagy megvannak bizonyos különleges hangok a torkában a természettől fogva adottságként, vagy pedig úgymond ezeken dolgoznia kell, és akkor nehezebb küzdelmek árán tudja csak elérni ezeket. Az én esetemben a mély hangok azok, amelyek talán adottságként maguktól adva vannak, nekem a magasabb hangokért kell többet dolgoznom, ugyanakkor bármilyen szempontból közelíti meg a szerepet ezt az ember, ez mindenféleképp kihívás bárki számára. Milyen a karaktered, hogyan tudnád jellemezni pár mondatban? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ahány rendezés annyiféleképpen közelítik meg ezt a szerepet. Egyrésztről nyilván van egyfajta szigor a szerepben, hiszen ő egyfajta őrként is vesz részt itt az egész történetben. Másrészt azért megnyilvánulnak emberi oldalai is, hiszen valamilyen szinten mondhatni talán érzelmi szálak kötik az egyik női szereplőhöz, amely aztán tulajdonképpen egy negatív véget ér, hiszen csak játszanak az Osmin érzéseivel tulajdonképpen, de ezek mind bebizonyítják azt, hogy itt többféle személyiséget is akár észre lehet venni a szerep belsejében. Nem először adjátok elő ezt a művet itt Mezőtúron, hanem már több alkalommal eljátszottátok. Milyen volt eddig a gyerekektől a fogadtatás? Mik a tapasztalatok? Nagyon változó a fogadtatás is, viszont azt is el kell ismerni, hogy változó az előadás is, hiszen nyilvánvalóan nekünk, mint előadóknak alkalmazkodni kell ahhoz, hogy egyszer egészen kiskorú gyerekeknek, akár az iskola első éveiben járó gyerekeknek adjuk elő a produkciót. Nyilván ilyenkor máshogy kell hangsúlyozni bizonyos prózai elemeket, máshogy kell esetleg bizonyos poénokat elsütni, hogy jobban értsék, vagy esetleg számukra érthető vicces jelenetek legyenek. Nyilván egy tizenéves kamaszkorban járó fiatal közönség számára pedig értelemszerűen szintén másfajta poénok kellenek, amelyekkel számukra élvezetesebbé tehető a darab. A helyszín az mennyire befolyásolja azt, hogy hogyan tudjátok bemutatni ezt a művet? A helyszín is szintén fontos kérdés általában, hiszen mind akusztikailag meg kell birkóznunk azzal, hogy a szöveg érthető legyen. Mindegyfajta további feladatot jelent nekünk énekeseknek, hogy a zenekarra megfelelő arányban legyünk hallhatóak a közönség számára.
és egyforma arányba halljanak minket, énekeseket úgy, hogy a szöveg érthető legyen, de ugyanakkor a zenekarral kiegészülve egy megfelelő összhangzás is jusson el a hallgatókhoz. Ebben a műben egy nagyon dinamikus, jókedvű szereped van. Hogyan készültél erre a szerepre?
Hál' Istennek volt egy hónapos próbafolyamatunk még január elején, és igen, aprólékosan készültem rá, mert úgy gondoltam, hogy az elejétől kezdve, a legkisebb pillanatoktól kezdve fel kell építeni ezt a szereplőt, és próbáltam megkeresni azokat a vonásokat Blonde jellemében, ami hozzám is nagyon kötődik, és igazából próbálok a saját életemből hozni jó kedvet, vidámságot és mindent, ami ehhez a szerep formáláshoz szükséges. Mik a tapasztalatok az előző előadásokkal kapcsolatban, hogy hogyan fogadják a gyerekek ezt a szerepet? Általában örülnek neki, mert ő a legpajkosabb szereplő, ő az, aki előmozdítja az eseményeknek a tovább gördülését igazából, és ugyanakkor nehéz szerep is olyan téren, hogy ő ugye egy szolgáló lány. Az úrnője felé szeretettel van, illetve próbálja segíteni őt minden nehézségben, miközben ott van Ozmin is, akinek neki van igazából ajándékozva Blonde, de felé is meg kell felelnie, ugyanakkor ő nem szereti őt szerelemből. És hát furcsa ez, hogy helyt is kell állnia, illetve engedelmeskednie is kell, de igazából a szerelme nem ő. Mozart operájának keresztmetszetét láthatják itt a gyerekek mezőtúron. Eddig, ahol ezt eljátszottátok, hogyan tetszett a gyerekeknek? Mik voltak a benyomások? Én úgy érzem, hogy általában jó a közönségnek a visszhangja. Nagyon különleges dolog az például, hogy Dávid nagyon magas például, és rögtön mindenkinek, minden gyermeknek leköti a figyelmét, és a csodálatát kivívja, hogy lehet valaki ennyire magas, és hogy vajon gólyalábakon jár. És emiatt úgy gondolom, hogy ő nagyon szerencsés ilyen téren. Nekünk pedig ugye a karakterünknek a formálásából kell kihozni a legtöbbet, és a kedvességet megmutatni, azt, hogy szerethető karakterekről van szó, és ilyen téren viszont hál' Istennek szeretik a gyerekek. Én azt tapasztalom, hogy nevetnek, van, hogy kacagnak, és hát mikor előfordulnak, hogy olyan előadások vannak, ahol vastapsot kapunk, vagy már a darab közben tapsal fejezik ki, én úgy gondolom, hogy élvezik. A mű bemutatása során mennyire kell alkalmazkodni ahhoz, hogy milyen helyszínre hívnak benneteket? Általában mindig próbálunk odafigyelni arra már a rendezői próbák alatt is, hogy viszonylagosan minden helyszínre vihető legyen a produkció. Előtte, igazából az előadás előtt fel kell mérnünk azt, hogy honnan tudunk bejárni, van, hogy csak az egyik oldalt tudjuk használni, de én úgy gondolom, hogy abszolút megoldható bárhol. Volt már, hogy szabadtéren is felléptünk, és ott is meg tudtuk hál' Istennek oldani. Ott egy kis hangosítási segítség. Bemész a palotába, és ezt még egyszer megészeled. Mindjárt elnevetek magam. Bemész, amúgy.
Yes.
Mozart egyik operájának a keresztmetszetét láthatják a mai napon itt a gyerekek mezőtúron a Városi Oktatási Centrumban. Mit jelent tulajdonképpen az, hogy keresztmetszet? Ez azt jelenti, hogy az operának azokat a jeleneteit választottuk ki, amelyek leginkább elmesélik, kifejezik ezt a történetet. Azt tudjuk, hogy Mozart 35 évig élt, és mindössze ez alatt a 35 éve alatt egészen magas számú 650 alkotásából ez a legvidámabb. És természetesen a jelenetek is ezt a fajta vidámságot próbálják tükrözni. Tehát a keresztmetszet tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy rövidített változat, körülbelül 45-50 perc, ami abszolút a gyerekeknek felel meg az ő érdeklődésüknek és teherbírásuknak. Melyik operáról van szó? Ez Mozart Szöktetés a Szerályból című vígoperájának a keresztmetszete. Mezőtúron mutatják a mai napon be a gyermekeknek. Ezen kívül milyen helyszíneken jártak még? Mivel a Kelet-Magyarországi Filharmónia egyik állomása Mezőtúr, így elmondhatom, hogy Szolnok számtalan helyén, de Kunhegyestől kezdve itt végig lehetne több települést is sorolni. Körülbelül 30 állomás az, amin megfordulunk, és hát mindenhova természetesen nagy szeretettel visszük. Milyen volt a fogadtatás eddig? Nagyon érdekes, nagyon befolyásolja azt, hogy a gyerekek hogy tudják, nem túl jó szó, de kezelni ezt az egész helyzetet, hiszen vannak olyan települések, ahol mondjuk több figyelmet tudnak a kultúrára fordítani, ott egy kicsit elfogadottabb, ott egy kicsit ismertebb, de van olyan hely, ahol teljesen szokatlan már az is, hogy kiáll egy énekes és erős hangon megszólal. Tehát nagyon-nagyon különböző élményben van részünk, ahogy gondolom ezt az énekesek el is mondták, minden egyes helyszínen szinte új előadás van, hiszen a gyermekek reakciójából, attól függően, hogy kisebbek vagy nagyobbak, sok mindent le lehet szűrni, és az adott pillanatban lehet és kell is hozzájuk alakítani. Ez vonatkozik akár arra, amikor elkezdjük az előadást, és én egy rövid ismertetőt adok, hogy el tudják időben és helyben és történetben helyezni ezt az operát, de vonatkozik arra is, ahogy a színészként az énekesek megnyilatkoznak, ahogy például a prózai részeket előadják. Úgyhogy összességében azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon szeretik, és nekünk nagyon nagy élmény, és én azt szoktam mondani, hogy egy misszió, mert sokszor a gyermekek más helyszínen nem is találkoznak ilyen műfajjal. És egy ilyen előadás eldöntheti azt, hogy felnőtt korában bemegy-e majd egy komoly zenei koncertre, vagy bemegy-e majd egy operára, vagy nem. Úgyhogy nagy a felelősségünk, de boldogan cipeljük. A mai napon tehát mezőtúron tekinthetik meg az előadást a gyermekek. Lesz-e még helyszíne ennek a turnénak? Lesz természetesen. Ma például voltunk már Kunhegyesen és Szolnokon kezdtünk. Most a héten azt hiszem, hogy Szolnok, Rákóczifalva, Martfő és ezt a környéket fogjuk bejárni, de mint mondtam, megyeszerte számtalan helyen. Thank you.
Köszönöm figyelmüket, Önök az Árt Kultúra című műsorunkat látták. Egy hét múlva, november 27-én ismételten várom Önöket kulturális magazin műsorunkkal. További szép estét kívánok és kellemes hétvégét. Viszontlátásra!